igazi magyaros verbunkkal, temperamentumos csapásokkal kezdődött a Horgosi Szóló Táncfesztivál. Pördős férfi táncok után páros tánccal nyűgözték le a résztvevők a közönséget. Óbecsét és a helyi hagyományápolókat Cseszák Balázs képviselte párjával. Párosan jöttünk a Szóló Táncfesztiválra, több éve is szerepelünk. Fontosnak tartjuk, hogy a vajdaságiak is részt vegyenek a vajdasági eseményeken. A vajdaságiak mellett magyarországi résztvevők is bemutatták tudásukat. Kecskés Gergő 2 évvel ezelőtt külön díjat vihetett haza Törökszent Miklósra. Nekem úgy jött a nevezés, hogy én most neveztem másodjára. 2 évvel ezelőtt voltam legelőször, és akkor megtetszett az egész verseny, meg a szervezés. A néptánc ápolása egy hivatástudat eredménye a szervezők szerint, amely közös volt a fesztiválon fellépő fiatalokban. Elsősorban szerintem nagyon becsülendő dolog a táncosok körében, hogy ápolják a tánchagyományokat. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. A rendezvényt hiánypótló jelleggel és hagyományteremtő szándékkal szervezték meg először 9 évvel ezelőtt. Mivel hogy a vajdaságban nincsen lehetőség arra, hogy egyének bemutassák azt a néptánc tudásukat, amit szeretnének, így ezzel szerettünk volna biztosítani és egy hagyományt teremteni a néptáncnak. A rendezvény alapötlete Békés Csabáról származik, egy otthonihoz hasonló rendezvény meghonosítása volt a cél. 9 évvel ezelőtt az volt az ötlet, voltunk Békés Csabán, a Zagancs-Sarkantyú Szólótánc Fesztiválon, és akkor gondoltuk, miért lehetne ezt vajdaságban megcsinálni. A zsűri minden kategóriában első, második és harmadik helyezést osztott ki, míg a vajdasági résztvevők között a vajdaság legjobb táncos a díj is gazdára talált.